színvonalú meghurcolt emberek ezrei. Nem mindig a jóság fog diadalmaskodni. Többen ezt már nagyon jól tudják, mert a saját bőrükön tapasztalták. Félni kell tehát mindenkitől, a nyereség vágy alattomosan ül. Szerelem félt és féltékenység, a békességnél többet ér a büszkeség. Az elme egyre gyakrabban elborul, ezért halnak meg annyian ártatlanul. Minden napra jut néhány halálos vita, tömegeket bolondít meg a pénzszaga. Ah, mi az ártatlanul bűne? Ah, mi az ártatlanul bűne? Ah, mi az ártatlanul bűne? Ki tudja a választ erre a kérdésre? Ah, mi az ártatlanul bűne? Ah, mi az ártatlanul bűne? Ah, mi az ártatlanul bűne? Ki tudja a választ erre a kérdésre? Egy 14 éves lánynak elvágták a nyakát, a bűnöst rövid időn belül lekapták. De azóta sincs válasz arra, hogy mi volt az elkövető indítéka. Ez sajnos nem egyedi eset, akár melyikünk el megesett, mivel nagyon gyenge az igazságszolgáltatás. Szart sem ér a magyar törvényhozás. A gyilkosnak van emberiségi joga, akkor is, ha a tettének nincs semmi oka. Az áldozat kilódik és szenved, sokszor mégis a tettes kap rokon szenved. Ah, mi az ártatlanok bűne? Ah, mi az ártatlanok bűne? Ah, mi az ártatlanok bűne? Ki tudja a választ erre a kérdésre? Ah, mi az ártatlanok bűne? Ah, mi az ártatlanok bűne? Ah, mi az ártatlanok bűne? Ki tudja a választ erre a kérdésre? Nem tudjuk, mi a vétlenek vétke, ennek mikor lesz már vége. Autó, baleset, helyszíni képek, fekete lepellel letakart testek. Megint az ártatlan veszített, a vétkes sofőr helyett a drog vezetett. Az ilyen kocsikázást miért nem tiltják? Intézkedjenek már végre a honatják. Egy ember hibája miatt más bűnődik. Ha van is lett, akkor miért tétlenkedik? Az igazság védelme, ez legyen az élet értelme. Ah, mi az ártatlanok bűne?